De reményeink szerint egy nagyon színes, színvallas évad elé tekintünk, aminek rögtön a nyitánya az e héten pénteken van, szeptember 23-án, amikor is a Varga Tibor hangverseny véletlenek a nyitó hangversenyén muzsikás együttes látjuk bennélő. A muzsikás együttes autentikus magyar népzenét játszik, a Győri Filharmonikus Zenekar pedig 20. századi magyar műveket, tehát a analógiákat valószínűleg nagyon jól fel lehet majd fedezni, főleg úgy, hogy egy szakavatott moderátor lesz, aki nem más, mint Hamar Dániel, a muzsikás együttesnek az egyik tagja. A Varga Tibor bérletnek az a koncepciója, hogy olyanokat is becsologassunk ezzel a műsor sorozattal a hangversenyteremben, akik ideig nem volt hangverseny bérletük, és próbálunk keresni olyan műfaji keresztezéseket, aminek köszönhetően talán az is bejön, aki még idáig nem volt nálunk. Ezért választottuk első lépcsőként ebben a bérletben az autentikus népzenét. Később lesz Ivényi Katica koncert, lesz Operett Gála, Jan Zakatával, Dolhai Attilával, és hát olyan klasszikus darabok ebben a bérletben, amik tényleg klasszikus örökzöldeknek számíthatnak. Korhatártól független a dolog, ugyanúgy a fiatalokra, mint az idősebbekre. Az a lényeg, hogy tényleg azokat célozok meg ezzel, akik úgy érzik, hogy nincsenek kellőképpen felvértezve a komoly zenével kapcsolatban, és talán első lépésként ez egy megfelelő invitálási mód a szimfonikus zenekari hangversenyekre.